Mindenképp feleségül kell venned Jennifert. Ezt kell tenned. Nem, anya, kérlek. Az egy dolog, hogy vállalom a felelősséget a gyerekemért. És egész más, hogy feleségül veszem. Engem senki sem kötelezhet arra, hogy vegyem el Jennifert, hogyha én nem akarom, senki. Még nem fejeztem be, Carlos Eduardo. De én igen, anya. És én árulásnak tartom, hogyha épp te mondod ezt nekem. Te az anyám vagy, mellettem kellene állnod. Épp azért mondom ezt neked, mert melletted állok. Nem születhet az a gyermek meg így, ilyen felelőtlen szülőktől. Egy kicsi gyerek, gondolj bele. És mit gondolsz, milyen lenne a házasságom Jenniferrel? Egy pokol anya, egy szenvedés, mert már nem szeretem őt. Egy másik nőt szeretek, úgy hívják, hogy Luisa Fernanda. Amikor megfogant ez a gyermek, még szeretted Jennifert, a barátnőd volt. Luisa Fernandát még alig ismered, semmi sem köt még hozzá, de Jenniferhez igen. Ha jól látom, téged jobban érdekel Jennifer, mint én. Te sokkal inkább neki segítesz, mint nekem, anya. Nem tehetek róla, fiam. Nagyon kedvelem őt. Olyan, mintha a lányom lenne. Miért nem vele beszélgetsz a felelősségről? Szerintem igencsak nagy felelőtlenség volt, hogy úgy feküdt le velem, hogy nem védekezett. És nem egy ártatlan kislányról van szó, anya. Jennifer, egy felnőtt nő, egy érett nő, még idősebb is nálam. Nem, anya, ne haragudj. Beismerem, hogy felelősséget kell vállalnom a gyerekért, akit nem is akartam. De én nem veszem előtt, nem veszem el Jennifert, ne haragudj. És nem vagyok hajlandó ilyen messzire menni. Jól van, kicsim, elég volt a sírásból. Inkább mesélj. Hogy álltok az előkészületekkel? Hát nagyon jól, apa. Már mindent előkészítettünk. A tanárok helyét, a diákok helye is megvan. Na és nekem különleges helyem lesz, mert én vagyok a legjobb az osztályban. Kicsim, nekem is jó híreim vannak. Nézd, Marisa asszony fizetett, és be is fejeztem már a munkát. Ez azt jelenti, hogy többet nem mész oda? Igen, ez azt jelenti, de tudod, mi a legjobb? Mivel jó eredményeid vannak, kapsz tőlem valamit. Ebből ki tudjuk fizetni a kirándulást, amiről álmodoztál. Jaj, apa! Miért nem teszed inkább félre azt a pénzt, ami miatt olyan sokat dolgoztál? Nem akarsz elmenni? Hogy is nem megyek el, de Vanessa tegnap este eszembe juttatta, amit az apja mondott, hogy meg akarnak hívni, és ezt nem utasíthatom vissza. Most, hogy leérettségiztél, igazán kibékülhetnél Carlos Eduardoval. Apa, nem békülhetek ki valakivel, akivel sohasem voltam együtt. Jól van, nyugodj meg. Csak azt akartam mondani, hogy keresd meg, és mondd el, hogy mit érzel. Nem, apa. Nem akarok újabb megaláztatást. Carlos Eduardo azt fogja mondani, hogy barátnője van, és hogy szerelmes. Jobb, ha lemondok róla, is kész. Nézd, Vanessa, az én lányom nem beszélhet így. Tudod, hogy vannak emberek, akikben nincs kitartás, de te nem lehetsz ilyen. Rendben? Megpróbálhatnál mondjuk harcolni a szerelmedért, ha szereted őt. Akkor küzdj meg érte, ne feledd. Csak az győzhet, aki harcol. De mégis mit tehetnék, apa? Távolítsd el a másiktól. Bemehetünk együtt a kórházba. Egészen biztos be fog menni Fernando úrhoz, és majd ott találkoztok, mert te csak meglátogatod a nagypapádat. Véletlen egybeesés lesz az egész. Na, mit szólsz hozzá? Olyan ideges vagyok, Lupe. Ordonez ügyvéd úr azt mondta, hogy lehet, hogy Luis Alejandro is részt vesz ma a gyűlésen. És mi ebben a furcsa? Ő a bankigazgató férje. Jaj, ne is juttasd eszembe. Mit tegyek, Lupe? Ha meglát és megint nem ismer meg. Nem bírom ki ezt a megaláztatást. De ha megismer, mit mondok neki? Azt fogja mondani a feleségének, hogy rúgjon ki. Jaj, nos, akkor nagyon jó indokot kell kitalálnia. Vagy azt hiszed, hogy bevallja, hogy te vagy az a nő, akit elhagyott egy gyerekkel a hasában. Jaj, kérlek, Amelia. Nem tudom, mit tegyek, Lupe. Hát semmit, csak nyugodj meg. Ha, nézd, szerintem te bolhából elefántot csinálsz. Ne légy buta, Amelia. A legrosszabb, ami megtörténhet, hogy felismer. Csinálj úgy, mintha sosem láttad volna életedben. De látott a bíróságon, és tudja, hogy az én lányom perelte be. Jól van, akkor használd ki az alkalmat, és mondj el mindent. Nem, Lupe, nem merem. Ki kell találnom valamit, bármit, de azt semmiképp nem akarom, hogy itt találjon engem. Mandrik doktor úr, várják a recepciónál.
Szeretnék köszönetet mondani, Luis Alejandro, hogy meggyőzted apámat, hogy ne adja fel a hirdetést. Nem értettem, hanem saját magamért. Nem jönne jól, ha a sajtó elkezdene kutakodni Fernando Alcántara úr múltjában. Képzeld el, mik derülnének ki. Persze, hogy el tudom képzelni. Az összes szélhámosság. Beleértve a tiédet is, persze. Tudom jól, hogy neked is van félteni valód. Consuelo, értsd meg, hogy nem engedhetem meg, hogy Marissa megtudja, mi történt Amelia is köztem. Ó, hogy? Még mindig nem tudja? Ó, Luis Alejandro, mondhattad volna neki, hogy csak egy alkalmi szeretőcske volt. De mi értelme lett volna? Nincs értelme erről beszélni. Consuelo, testvéredről beszélünk. Arról a nőről, akit ott hagytam állapotosan, hogy feleségül vegyem Marissát. Ha ez kiderülne, Marissa sosem bocsátaná meg ezt a hazugságot nekem. Sosa, doktor úr, várják a sebész. Szia, Andreina, jó reggelt! Jó reggelt, Carlos Eduardo! Gratulálok! Hallottam, hogy apa leszel. Nagyon örülök neki. Beszélnem kell Jenniferrel. Beszélnem kell Jenniferrel. Citromba harapott. Szia, Carlos Eduardo! Szia, Jennifer! Láttad a felvételt a gyerekünkről? Igen, megnéztem, és anyámmal is beszéltünk a tegnapi látogatásodról, meg arról, amit mondtál neki. Mégis mit kellett volna mondanom neki? Megkérdezte, hogy mi történt, én pedig elmondtam. Elmondtam, hogy terhes vagyok. Nagyon örültem volna, Jennifer, hogyha ez az egész titokban marad. Na de megértem, hogy az anyámnak elmesélted, de hogy a titkárnődnek miért kell tudnia? Már csak azt hiányzik, hogy az újságban is kihirdesd. Na de miért izgatod magad emiatt? Előbb vagy utóbb az egész világ megtudja. Vagy nem akarod, hogy a barátnős két fülébe jusson, ha? Bejöhetek? Igen, épp a szobámat rendezem, de gyere. Elmegyek a bankba, hogy betegyem a pénzt, amit Marissa asszonytól kaptam. Jaj, úgy örülök neki, apa. Nem akarsz velem jönni? Megvesszük neked a ruhát. Még mindig megvan az a pénz, amit a múltkor adtál rá. Jó, de gyere velem. De jó. Meddig leszek még ehhez az ágyhoz kötve? Már jól vagyok, és haza szeretnék menni. Nos, sajnálom, apa, de nem mehetsz még el. Én megértem, hogy nem bírsz tétlenül feküdni az ágyban. Miért nem olvasol valami újságot? Nézd, itt van a sportújság. Nem akarok olvasni semmiféle újságot, én csak haza akarok menni. Már sokkal jobban vagyok, nem bírod felfogni? De igen, megértem, apa. De nem mehetsz sehova, ameddig az orvos ki nem enged. Carlos Eduardo nem sokára itt lesz. Engem semmiféle újság nem érdekel. Már sokkal jobban vagyok. Hagyjatok békén. Jó napot. Hogy van az én aposom? Ott hagytam az összes tennivalómat, hogy bejöjjünk látogatóba Vanessával. Szia, szerelmem. Rosszul nézel ki. Talán fáradt vagy, Consuelo? Nem. Hogy van, Fernando bácsi? Szia, Consuelo. Hát láthatod, lányom, itt fekszem, de már haza szeretnék menni innen. Jól van, Vanessa épp most fejezte be a vizsgáit. Én meglátogattam az iskolában, és mondtam neki, hogy önt kórházba vitték, és képzelj, annyira aggódott szegénykém, hogy mondta, hogy látogassuk meg. Persze. Hogy van, Fernando bácsi? Szerintem jól. De sajnos az orvos mondja ki a végső ítéletet. És Carlos Eduardo, ő a kezelő orvosa most is, ugye? Igen, Vanessa, ő az orvosa, és pont rá várunk, hogy engedje haza az apámat. Ó, lehet, hogy most lesz olyan szerencsét, hogy találkozz vele, Vanessa. Tudom, hogy elkerülhetetlen, hogy Luisa Fernanda megtudja. De szeretném, ha tőlem tudná meg, és nem tőled. Mi van, Carlos Eduardo? Te fenyegetsz engem, vagy mi van? Vedd, ahogy akarod, Jennifer. De eszedbe ne jusson felkeresni őt. Sohasem bocsátanám meg. Majd én elmondom neki, amikor jónak látom. Még azt sem tudja, hogy volt köztünk valami. Ó, nem tudja. Nem. Ezek szerint két nőt csaltál meg egyszerre. Jennifer, amikor én megismertem Luisa Fernandát, fogalmam sem volt arról, hogy bele fogok szeretni. Ezért nem beszéltem róla, és nem azért, hogy becsapjalak téged. És biztosan úgy gondoltad, hogy te milyen becsületes vagy, hogy végül elmondtad. És mondd csak hozzá, elég őszinte vagy, Carlos Eduardo. Úgy értem, el fogod mesélni, hogy miközben neki udvarolgattál, lefeküdtél velem?
Tessék. Igen, szerelmem. Persze, hogy találkozunk, kicsim. A szokott helyen. Hívlak, amint vége az igazgató tanács gyűlésnek. Én is szeretlek. Éppen most indulok. Ma igen? Nagyon fontos megbeszélés lesz a bankban. Igen, azt mondom. Kérlek, ne felejts el valami gyümölcsöt venni ma. Rendben van. Milyen elegáns vagy, mész valahová? Igen. Ma fogjuk megbeszélni az igazgató tanáccsal az Európai Fiók és a Takarékszövetkezet Egyesülését. Nem szeretnél eljönni? Nem szerelmem. Nagyon sok dolgom van, és Fernando úr is rám bízott egy fontos ügyet. Ráadásul a bank alapszabályzata pontosan kimondja, hogy én nem vehetek részt egy ilyen jellegű megbeszélésen. És ahhoz meg pláne nincs kedvem, hogy a titkárodnak tartsanak. Szerelmem, ne rontsd el a kedvem, ne mondd ezt. Marissa, azt mondom, ami van. Szerintem már épp eleget veszekedtünk ezen. Igen, igazad van. Nem akarok veszekedni veled, mikor amúgy is elég bajom van. Erről jut eszembe. Meg tudtad, hogy mi történt Carlos Eduardo és Jennifer között? Miről beszéltek annyit, ha? Igen, Carlos Eduardo és Jennifer közt ezúttal nem csak holmi gyerekes civakodás volt, és nem is arról az iskolás lányról volt szó, aki elszerette a fiamat. Akkor mégis mi történt, Marissa? El se tudod képzelni. Mi? Jennifer teherbe esett Carlos Eduardo. Ez a ruha, apa, pont hozzám illik, nem? Csak azt sajnálom, hogy olyan drága volt. Ó, édesem, ne aggódj. Ráadásul most nem kell spórolnom, mert anyósod azt mondta, hogy én leszek a bankkertész. Tényleg? És ez egy nagyon nagy munka. Vajon az anyósom már tudja, hogy az anyám a titkárnője? Nem, vagyis nem tudom. Nekem semmit sem mondott. Istenem, bele sem merek gondolni, hogy milyen arcot vág majd anya, ha meglátja Carlos Eduardót a tanácsgyűlésén. Biztos, nagyon meglepődik majd. Képzeld, milyen arcot fog vágni, ha megtudja, hogy kidobta a főnöke fiát a jövendőbeli bankigazgatót. Igen, nagyon szívesen várjuk. Viszlát! Mi újság, Amelia? Hogy van? Köszönöm, jól, ügyvéd úr. És Lupe még nincs itt? De mindjárt visszajön. Ügyvéd úr, most telefonált Guzmán úr, hazaérkezett és tudott délutáni gyűlésről. Rendben van, Amelia. Nagyon jó. Bementem a gyűlésterembe, hogy megnézzem, és gratulálnom kell, Amelia. Nagyon hatékony volt. Ugye tudja, hogy részt kell vegyen a gyűlésen, hogy jegyzeteljen. Épp ezt akartam megbeszélni, Ordonez úr. Sajnos az utolsó pillanatban közbejött valami, és nem tudok elmenni a gyűlésre. Miért közbe, Amelia? El kell vinnem a lányomat, hogy kiválasszuk neki a tógát a holnapi ballagásra. Tudja, a férjem és köztem elég feszült a helyzet, és nem szeretnék tőle semmiféle szívességet kérni, hogy elkerüljem a veszekedést. Tudom, hogy nagyon fontos ez a gyűlés, de nagyon hálás lennék, ha elengedne ma délután. Hát megértem, Amelia, igen. Maga a bank alkalmazottja, de emellett anya is, és a lánya nem sokára ballagni fog. Gratulálok. Köszönöm, ügyvéd úr. Megkérem Lupét, hogy helyettesítsen. Ő eddig is segített mindenben, és ugyanolyan napra kész, mint én vagyok. Ugye már ne aggódjon, menjen csak nyugodtan, és érezze jól magát a lányával. Elnézést. Köszönöm. Minden rendben, Fernando úr. Ezek szerint hazamehetek, fiam? Jaj, apa, hagyd már abba ezt, kérlek szépen. Nézze, Fernando úr, sikerült levinnünk a vérnyomását egy elfogadható szintre. Azt hiszem, hogy elmehet. De szednie kell a gyógyszereket, hogy ne menjen fel a vérnyomása. Igen, igen, persze. Sohasem láttalak még orvosként dolgozni. Milyen volt Európában? Jó, nagyon jó. Munkaügyben mentem.
Consuelo, már ma el kell kezdenie bevenni a gyógyszereket. Jól van, ne aggódj, mindent megteszek. Jól van, valahogy meg kell hálálnunk neked, Carlos Eduardo, hogy ennyi mindent teszel Fernando úrért. Mit szólnál ahhoz, ha ma este nálunk vacsoráznál, hm? Sajnálom, mérnök úr, de ma nem lehet. Ma délután lesz az igazgatótanács gyűlése, mert meg kell beszéljük a spanyol fiók és a takarékszövetkezet egyesülését. Egyesülni fogtok a takarékszövetkezettel? Így van. Ó, milyen csodálatos üzlet, Carlos Eduardo. Heriberto, te mérnök vagy bankár? Jól van, Fernando úr, az embernek mindenhez kell értenie egy kicsit, igaz? És egy jó üzlet a hülyének is feltűnik. Ó, mennyire sajnálom, hogy nem vacsorázol velünk ma este. Apa, igen? Mondtam, hogy Carlos Eduardónak nagyon sok dolga van. Ó, igen, de pont holnap lesz van ez a ballagása. Esetleg eljöhetnél te is az ünnepségre. Ezt a meghívást nem utasíthatod vissza, ugye? Na? Romero doktor, várják a szülőszobában. Keresztanyám, tegyek paradicsomot a salátába. Tessék? Tegyek paradicsomot a salátába? Igen, tegyél bele. Annyira idegesít, hogy nem tudom, hogy mi történt, amikor megjött Carlos Eduardo. Mit nem adnék azért, ha megtudhatnám, hogy mit beszélt Jennifer kisasszonnyal? Ne légy kíváncsi, Clarita. Egészen biztos sok a megbeszélni valójuk. Carlos Eduardo sokáig távol volt. Igen, de olyan furcsa ez az egész. Egész biztosan mesterkedik valamiben Jennifer. Persze Luisa Fernanda kislábujjáig sem ér fel. Eszedbe ne jusson ezt Marisa asszony előtt mondani, jól vigyázz! De hát ez az igazság. Lehet, hogy Jennifer szépségkirálynő volt meg minden, amit akarsz, de akkor sincs semmi keresnivalója Carlos Eduardo mellett. Luisa Fernanda aratta le a pálmát, ő győzött. Hol voltatok? Elvittem Luisát, hogy megvegyük a ruháját az ünnepségre. Á, de jó. Hogy ilyen korán jöttél, nem volt gyűlés a bankban? Elengedtek mindenkit ma délután, mert ki akarják fertőtleníteni az irodákat. Meg akarod nézni a ruhát? Á, nem lányom, majd később. Most kivasalom a ruhát, amit holnap felveszek. Aztán majd megmutatod a tiédet. Ajaj. Fontos igazgatótanácsi gyűlés van ma, apa. Hogy lehet, hogy most fertőtlenítik az irodákat? Nyitom! Szia! Szia! Már jártam nálatok, de nem voltatok itt. Elmentünk a papával vásárolni. Megvettük a ruhát a bulira, nagyon szép. Gyere, megmutatom. Jó napot, Pedro úr! Jó napot, Vanessa! Hazugság, hogy ma fertőtlenítik az irodákat. De miért találta ezt ki Amelia? Jaj, Istenem, milyen régóta nem kaptam ilyen szép dolgot. Szerintem Ordonez szerelmes beléd. Valóban lehet, hogy így van. De nekem nem tetszik Ordonez. Egész életemben csak egyetlen férfi tetszett, Luis Alejandro. Vajon jól tettem, hogy hazajöttem, hogy ne találkozzak vele? Aj, nem, Amelia, nem tudod. Úgy viselkedsz, mint egy hülye gyerek. Minek elmenekülni a találkozás elől? Minek? Amelia. Azon gondolkoztam, hogy... Mik ezek a fülbevalók? Szereztél te ilyen drága holmikat? Válaszolj! Mint mindig, most is maga fogja megnyitni a tanácsülését, és hangsúlyozza ki, hogy milyen fontos ez az üzlet, és egyáltalán. Milyen furcsa, hogy Carlos Eduardo nem érkezett még meg. Már az összes részvényes a teremben van. Jó lenne, ha bemenne és köszöntene mindenkit. Jó, de nem várhatnánk még egy kicsit. Carlos Eduardo mindjárt itt lesz. Nos, hát... De jó, hogy itt vagy, fiam. Ideges voltam, hogy nem jössz. Aj, ne haragudj, anya. Tudod, hogy milyen a kórház? Most engedtem haza egy beteget. Hogy vagy, Ordonez? Nagyon jól vagyok, de már csak rád vártunk. Menjünk. Jó. Hát akkor... És anyám titkárnője? Már nem lesz itt, mert el kellett valamit intéznie a lányával kapcsolatban, úgyhogy...
Menjünk csak be a terembe, kérem. Igen, menjünk. Menjünk. Csak azt nem mond, hogy nem gyönyörű. Nagyon szép, Luisa Fernanda, de figyelj, nem volt túlságosan drága ez a ruha. De igen, de Carlos Eduardo apja kifizette nekem a kártérítést. De nem azt mondtad, hogy az anyád veszi meg a ruhát? De egy részét ő fizette, egy részét meg én. Há, igen, ki fognak esni Augusto szemei, ha meglát téged? Nemrég találkoztam Carlos Eduardoval. Igen, és hol? A kórházban. Az apám meghívta, hogy kísérjen el a ballagási ünnepségünkre. És belement? Elegem van belőled, Pedro! Kinek képzeled te magad, hogy magyarázatot kérsz? Úgyhogy kinek? A férjed vagyok! Viszontlátásra! Jól van, nos, a gyűlés rövidebb volt, mint gondoltam. Mindenki jól fogadta a hírt, és úgy tűnik, hogy mindenki elégedett. Ez az ügylet mindenkinek jól jön. Gratulálok, Marisa asszony. Nagyon jó volt a bemutató. Köszönöm, Garcia. Ennek az üzletnek most igazán örülhetünk. Igen, így van. Carlos Eduardo, örülök, hogy itt látlak téged a bankban. Édesapád nagyon büszke lenne rád. Köszönöm szépen, Garcia. Én is nagyon örülök, hogy te is eljöttél. Sajnos már mennem kell. Viszlát. Szervusz. Viszlát. Anya, szívesen hazavinnélek. De most nagyon sürgős dolgom. Semmi baj, ne aggódj. Megértem. Ordonez. Viszlát. Viszlát. Nos, szerencsére minden a legnagyobb rendben ment. Elkísérhetem az autójáig. Igen, persze. Ügyvéd úr, mit szólna hozzá, hogyha egy kicsit rendbe rakatnánk a bankkertjeit? A központi épületét és aztán a fiókokét. Itt például sokkal több zöldre lenne szükség. Igen, az jól mutatna, ha akarja, én gondoskodok mindenről. Nem, nem szükséges. Magának most épp elég dolga van, és nekem már megvan hozzá a megfelelő emberem, sőt, azonnal beszélek vele. Az jó lesz. Most már nem tudod letagadni, hogy valamit eltitkolsz. Már megmondtam, hogy Lupétól kaptam. Ez hazugság. És az is, hogy most fertőtlenítik az irodádat. Miért hazudozol nekem? Miért? Vanessa, most jobb, ha elmész. Igen, később beszélünk. Szia, Drázia. Te tudtad, hogy itt van ez a lány, ugye? Tudtad? És kétségkívül azért provokáltál, hogy holnap mindenkinek elmondja az iskolában, hogy mi veszekedtünk. Te kezdtél el üvöltözni, nem én. Anya, apa, hagyjátok már abba, mi a baj? Nézd csak! Elég neked ehhez semmi között. Neked pedig ahhoz nincs között, hogy ki és miért ad nekem ajándékot, úgyhogy hagyj engem békén. Nem a fülbevalóval van gond, hanem a hazugságaiddal. Igen. Igen, itt lakik, sajnos. Ki keresi? Mondja meg neki, hogy Marisa Gomez de Montero szeretne vele beszélni. Keresnek. Marisa Montero asszony. Halló? Igen. Hogy van Marisa asszony? Anya, mégis mi történt? Nos, igen, kicsit meglepődtem. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar jelentkezik. Nem lehetne inkább holnap délután? Csak mert délelőtt lesz a lányom ballagása. Már említettem. Igen. Igen, ne aggódjon, holnap délután találkozunk. Viszont hallásra, asszonyom. Viszlát. Holnap délután találkozunk? Ez a hölgy a főnöknőm, a Metropolitan Bank igazgatónője. Honnan ismered őt, Pedro? Miért keresőt téged telefonon? Hallja, miért akar látni holnap? Beszélj végre, válaszolj nekem! Hagyjatok már abba, elég! Nem bírom elviselni! Kislányom, Luisa! Nem? Nem hisz. Tudni akarom, hogy honnan ismered Marisa asszonyt, és követelem, hogy most rögtön válaszolj. Látod, mit csináltál? A lányunk sírva futott el. Nézd, most nem érdekel a lányunk. Válaszolj rögtön a kérdésemre. Nézd, ő annak a háznak a tulajdonosa, ahol dolgozom.
És szeretné, ha rendbe tenném a bankkártyáit. Mi? És ezt csak most mondod el? Miért nem mondtad hamarabb? Miért nem mondtad el, hogy neki dolgozol? Miért? Vajon miért nem jött még meg Luisa Fernanda? Remélem nem azért, mert nem engedték el otthonról. Vállalnod kell a felelősséget. Nem viselkedhetsz úgy, mint egy szélhámos Jenniferrel. Feleségül kell venned őt. Mennyire rosszkor esett teherbe Jennifer. Mintha csak rajtam akarna bosszút állni ez a lány. Hogy mondjam el Luisa Fernandának, mit fog gondolni rólam, ha megtudja? És mondd csak hozzá, elég őszinte vagy Carlos Eduardo. Úgy értem, el fogod mesélni, hogy miközben neki udvarolgattál, lefeküdtél velem? Szerelmem, már azt hittem, hogy nem is jössz. Már régóta várlak. Mi a baj? Miért csírsz? Hatalmas veszekedés tört ki nálunk, mert az anyukát felhívta az apámat. Most pihenned kell. Óvatosan, Fernando. Jól van, elég volt. Engedjetek már el, engedjetek el! Nem vagyok már gyerek, hogy így pátyolgassatok. Megy ez magától is. Csak segíteni próbálunk, apa. Hát nekem nincs szükségem senki segítségére sem. És főleg nem a tiédre, lányom. Ha? Nem az első alkalom, amikor lefekszem az ágyamba. Ezért vagy ilyen állapotban, apa. Mert goromba vagy és ideges. Inkább megyek és megveszem a gyógyszereidet, mert nem akarlak tovább hallgatni. Jó, ez nagyon jó ötletnek tűnik. Menj, menj, indulj csak! Menj! Mire vársz? Menj és vedd meg a gyógyszereket! Jó, jó. Mégis mit gondol magáról ez a lány, ha? Csak segíteni akar, jaj, Fernando. Vedd már ezt el innen! Jól van, jól van. Jaj, Fernando úr, nem is tudja, mennyire aggódtam magáért, amikor bevitték a kórházba. Majd belehaltam az idegességbe, és senki se hívott fel, hogy elmondja, hogy mi történt. Jól van, jól van. Látod, hogy már jól vagyok. Jó, maga szerint igen, de halljam. A kórházban mit mondtak, mit mondott az orvos? Azt mondta, hogy hirtelen felszökött a vérnyomásom. És persze azért történt mindez, mert veszekedtünk a lányommal. De miért veszekedett Consuelóval? Azért, mert... miért is? Hát... Nem tudom, Rigoberta. Veszekedtünk, de... Már nem emlékszem arra, hogy min. Nem azon az újsághirdetésen vesztek össze? Milyen újsághirdetésre gondolsz? Miről beszélsz, Rigó? Mi? Milyen hirdetés? Miről van szó? Ügyvéd úr, nagyon kérem, értsem meg. Én megmondtam előre, hogy ez nem lesz egy könnyű feladat. Az összes emberem a hivatalokat járja, hogy átnézzék az összes létező anyakönyvet. Igen, Szolorzánó, ezt már pár nappal ezelőtt is hallottam. Én megértem, hogy nem könnyű, de ezt nem mondhatjuk a megbízónknak. Ő biztos nem ezt akarja hallani. Eredményeket akarok, egy adatot, egy reményt. Nem tudom. Azt akarom, hogy hívj fel és mondd azt, hogy találtál egy Pedro Perezt X utca X házában. De sajnálatos módon elköltöztek és nem találod őket. Megértettél? Igen, ügyvéd úr. Értem. Mikor keresünk valakit, Szolorzánó, a legapróbb adat is reményt jelent. Világosan beszéltem? És biztosítani akarom ezt a kliensemnek, a reményt, hogy így haladékot kaphassunk. Értettem, ügyvéd úr. Többet fogunk dolgozni, és remélem, hogy nem sokára biztosabbat mondhatok. Én is nagyon remélem. Engedelmével... Szia, Andreina. Én vagyok. Igen, szerelmem, jól vagyok, rád gondolok, és alig várom, hogy lássalak. Szeretnél együtt lenni egy kicsit velem a lakásodban? Ez rajtad áll, Luis Alejandro. Ma a feleségem elment egy gyűlésre, és az sokáig fog tartani. Találkozunk délután? Ma délután? De mégis hány órakor? Oké, ne aggódj. Valamit majd kitalálok, hogy hamarabb elszabaduljak.
Jól van, szerelmem. És alig várom, hogy lássalak. Szeretlek. Marisa asszony, nem vártuk ilyen korán. Hamarabb vége lett a gyűlésnek, mint ahogy terveztem. Figyelj, Andreina, ez a pasi a régi barátod volt, vagy egy új? Nem, a régi volt. Kibékültünk egymással. De hát, Andreina, azt mondtad, hogy soha többé nem akarod látni. Nekem ebben nem lenne szabad beleavatkoznom, de te láttad őt csókolozni valakivel. Tudod, hogy megcsal, és mégis visszamész hozzá. Marisa asszony, de mit tegyek? Annyira szeretem őt. Ráadásul biztosított arról, hogy az a nő semmit sem jelentett számára. Ne csap be magad, Andreina. Ha egyszer megtette, újra meg fogja tenni. Ráadásul házas ember, vele nem lehet közös jövőd. Igen, ezt is tudom, de nem tudok lemondani róla, Marisa asszony. Nem élhetek nélküle. Szükségem van rá, mert szerelmes vagyok. Andreina! Marisa! Marisa, de jó, hogy itt vagy. Miért nem szóltál nekem? Épp most érkezett. Gyere be az irodámba, mert el kell mondanom, hogy már megint mit csinált velem Carlos Eduardo. Jól van, menjünk. Ha tudtam volna, hogy te a főnököm házában dolgozol, akkor megkértelek volna, hogy mondj fel! Most is erre kérlek, Pedro. Nem dolgozhatsz többé ennek a nőnek, megértetted? Amelia, ne légy nevetséges! Nem értem, miért zavar annyira, hogy Marisa asszony megkért, hogy tegyem rendbe a bank udvarát. Hát igen. Tudd meg, hogy nagyon zavar engem, főleg azért, mert nem is akartad elmondani nekem. Most Marisa asszony biztos rosszul érzi magát, valósággal rákiabáltál. Holnap bemész és felmondasz, világos voltam. De miért? Örülhetnél neki, mert így több pénzt keresek. Őszintén szólva, nem értelek. Nem értesz meg, mert bunkó vagy. Azt aztán semmiképp nem akarom, hogy Marisa asszony vagy a bank valamelyik alkalmazottja megtudja, hogy egy közönséges kertész a férjem. Hogy nem emlékszik az újsághirdetésre, Fernando úr? Mondtam, hogy nem tudom, hogy miről beszélsz. Gondolkozzon! Mi ketten arról beszéltünk, hogy hirdetést fogunk feladni az összes újságban, hogy megtaláljuk Améliát és a lányát. Az én ötletem volt, mert az a véleményem, hogy semmi értelme nincs arra várni, hogy ezek a nyomozók megtalálják. Emlékszik már, ugye? Igen, Rigó. Igen, már emlékszem, hogy beszéltünk erről. Igen, igen, beszéltünk. Köszönöm, Szent Szűz. Tudtam én, hogy ezt nem lehet elfelejteni csak így egyik napról a másikra. De megváltoztattam a véleményem. Úgy döntöttem, hogy jobb lesz, ha nem adok fel hirdetést. Nem lenne jó, ha az emberek megtudnánk a problémánkat. Egy ilyen hirdetés veszélyes lehet Améliára nézve, és főleg az unokámra nézve, aki egyáltalán nem hibás a történtek miatt. Az a lány biztosan tanul, barátai vannak, és nem lenne igazságos befolyásolni ezzel az életét. Biztos benne, hogy nem ad fel hirdetést? Persze, hogy biztos vagyok benne, Rigoberta. Ha nem lennék, nem mondtam volna. Felejtsd el a hirdetést. Felejtsd el. Átkozottak. Nyomorultak. Meggyőzték, hogy gondolja meg magát. Hova ez a nagy sietség? Megiszunk valamit együtt. Én mindig rohanok, hogy láthassalak, szerelmem. Kérsz valamit? Igen, kérek. Annyira akartalak látni, hogy kitaláltam egy mesét Jennifernek, hogy eljöhessek. Ezek szerint működött, nem? Nagyon vágytam már rád, szerelmem. És van egy meglepetésem. Ma sokáig így tudok maradni veled, megszakítások nélkül. Biztos ez, Luis Alejandro. Igen. És biztos, hogy nem fogsz engem cserben hagyni, mint mindig. Marisának megbeszélése van, és egész biztosan sokáig tart. Úgyhogy... És mondd csak, mit fogunk csinálni?
látnod kellett volna, Marisa. Mérges volt. Olyan, mintha idegesíteni vagy szégyelni, hogy az emberek megtudják, hogy a gyerekét várom. Nem, Jennifer, nem idegesség vagy szégyen ez. Csak össze van zavarodva, mert nem számított erre. De meglátod, hogy ha eltelik egy kis idő, rá fog jönni, miért hogy... Miért teszi ezt velem, Marisa? Olyan boldogok voltunk együtt, olyan jól kijöttünk egymással. Ő egy csomószor elmondta, hogy szerelmes belém. Nem értem, hogy hogy változott meg minden olyan gyorsan. Jennifer, ne keseredj el. Annyira fáj ez, fáj, hogy így viselkedik velem. Egyszerűen nem érdeklik az érzéseim. Az sem érdekli, hogy a gyermekét hordom a szívem alatt. Ahelyett, hogy a támaszom lenne az ellenségemmé vált, nem tudom, hogy mivel értemeltem ezt ki. Hidd el, magam sem értem, hogy miért viselkedik így. De én melletted vagyok, Jennifer. Mindenben támogatlak, amiben csak kell. Tudod, mi volt? Ma reggel megkérdeztem tőle, hogy látta a felvételt a gyerekünkről. Azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy igen. És hogy nagyon boldoggá tette, de... De nem. Ehelyett megfenyegetett. Azt mondta, ne áruljam el a kis barátnőjének. Egyszerűen nem tudom elhinni. Előttem hívta fel a lányt, randevút beszélt meg vele, és azt mondta neki, hogy szereti. Hogy képes engem ennyire megalázni? Hát igen, Jennifer, most csak az a lány érdekli. Azt hiszi, hogy szerelmes belé, de meglátod végül, úgy is rájön, hogy ez a kapcsolat nem vezet semmire, és hogy neki melletted és a gyerek mellett van a helye. Nagyon kérlek, ne sírj már, Jennifer. Biztos vagyok benne, hogy ott fogja hagyni azt a lányt. Sőt, még nem tudom hogyan, de megígérem neked, hogy meggyőzöm arról, hogy vegyen el feleségül. Istenem! Nézd csak! Gyere, menjünk oda a lányhoz, hogy jósoljon nekünk. Csak azt nem mondta, hogy hiszel ezekben, szerelmem. Jól van, de nem tudhatod. Játszunk egy kicsit, gyere! Jó napot! Jó napot! Kislány, uram, micsoda szép pár! Akarják tudni, milyen jövő vár magukra? Nem. Ő nem, de én igen. Kristálygömbből is tud. Abból olvassa ki a jövőt. Nem, a tenyeréből fogok jósolni. Jöjjenek! Látszik, hogy nagyon jellemes lány vagy, nagyon dolgos, és főleg az, hogy nagyon nagy a szíved. Nagy szerelmet látok. De óvatosnak kell lenned. Van valaki, aki tönkre akarja tenni a sorsodat. Hogyan? Ki? Bosszúság. Sok bosszúság vár még rád, és egy titok. Egy nagy titok, amit nem árulnak el neked, de ami meg fogja változtatni az életedet. Jól van. Itt a pénz, hogy vedd meg magadnak a lehető legszebb ruhát a ballagási bulira. Biztosan már kinéztél egy párat. Igen, már sok ruhát láttam. Luisa Fernandával egy csomó áruházat bejártunk. Figyelj, eljössz velem? Aj, kicsim, tudod, hogy nincs időm vásárolgatni. Inkább felhívom Carlos Eduardot, hogy eszébe juttassam, hogy meghívtuk őt a ballagásodra. Ne, olyan furcsa volt, nem lelkesedett túlságosan, apa. Szerinted van értelme? Egészen biztosan bele fog menni. Nézd, visszautasította a vacsorát, ezért biztos el fog jönni. És ezt alaposan ki kell használnod, kicsim. El kell érned, hogy Carlos Eduardo beléd szeressen. Hallhattad, hogy egy nap a Metropolitan Bank igazgatója lesz. Jól van, apa, én tudom, hogy mit jelent egy ilyen karrier. És nem tudom, összeházasodunk nem, is. Nem, ne légy ilyen kicsinyes. Carlos Eduardo egy olyan bank igazgatója lesz, amelynek Európában is vannak fiókjai. Már látom is magam Madridban, ahogy... Apa, úgy beszélsz, mintha már jegyben járnánk, vagy ilyesmi. Így legyen, amen. Így legyen, kislányom. Nézd, adok még pénzt, hogy a legeslegszebb ruhát vedd meg, hogy beléd habarodjon, Carlos Eduardo. Megértettél? Jól van, hercegnőm. Köszi, apa. Carlos, ne nézz már így! Csak nem zavart, amit a cigánylány mondott. Vagy titkolsz előlem valamit? Nem, kicsim. Már mondtam neked, hogy nem hiszek az ilyenekben.
Jaj, szerelmem, a jóslat az jóslat. Főleg ennek a cigánylánynak nem hiszek. Már csak a seprű hiányzott a kezéből. Egyetlen dolgot akar, hogy minél több pénzt szedjen ki az ártatlan emberekből, mint te. Jól van, Carlos, jól van. Én sem hiszek túlságosan ebben, de nyugtalanít, hogy azt mondta, hogy egy titok megváltoztatja az életem. Nem láttad, hogy nézett rám, mikor mondta? Belelátott a lelkembe. Jól van, felejtsük el. Mi lenne, ha ennénk együtt valamit? Nem lehet. Késő van. Haza kell már mennem. Ma még meg kell fogalmaznom a beszédemet a ballagásra, és ugye ott leszel. Szeretném, ha ott lennél, amikor átadják az oklevelemet. Igen, ezt semmiképp sem szavaztanám el. Jól van, megyünk. Milyen furcsa, hogy a férjem még nincs itthon. Hiába hívom a mobilját, nem veszi fel. Szerelmem, te itt vagy? Azt hittem, még a gyűlésem vagy. Nem, korán végeztünk. Hol voltál? Hiába hívtalak, nem vetted fel. Beugrott hozzám Leopoldo, hogy megkérdezze, hogy halad az ügye. Beszélgettünk, meghívott vacsorázni, iszogattunk, és eltelt az idő. Nem hívtalak, mert nem akartalak zavarni a munkádban. És hogy van Leopoldo? Remekül. Már sokkal nyugodtabb, mert Contreras változtatott a viselkedésén. És te? Milyen volt a gyűlés? Nagyon jó, mindenki eljött. Hamar végeztem, ezért beköszöntem Jenniferhez. Valahogy segíteni kell ennek a lánynak, úgy érzem, tartozom neki. Nem tudom, hogy, de el kell érnem, hogy Carlos elvegye feleségül. Hallottam anyád és Luis Alejandro beszélgetését. Mondd csak, igaz, hogy Jennifer gyereket vár tőled? Igen, Rosario, igaz. Csak az a baj, hogy már túlságosan sokan tudják. Igen. Nem rád gondoltam. Igen, én is így megtudtam, azt hittem csak vicc. Mindig azért imádkoztam, hogy sokáig éljek, hogy láthassam a gyerekeid. Ez tenne engem boldoggá. De egy házasságon kívüli gyerek nem. Ezt igazán nem kívántam neked. Hát én sem magamnak, dadus. És akkor? Az az érzésem, hogy rémálommá vált az életem. Igen. Tetszik vagy nem, Jennifer csapdájába estem. És pont amikor már azt hittem, hogy végeztem vele, amikor már szakítottunk, és azt hittem, hogy senki sem állhat közém, és Luisa Fernanda közé. És most mit fogsz tenni? Meg kell mondanod Luisának, mert biztosan visszatérsz Jenniferhez. Te is kötelezni akarsz, hogy vegyem feleségül Jennifert akaratom ellenére. És akkor? Nem, dadus. Vállalom a felelősséget a gyerekért, de semmi más. Csak azt nem tudom, hogy mondjam el Luisa Fernandának. Félek, hogy ez eltávolítja majd tőlem. Félek, hogy elveszítem őt és a szerelmét. Igen, ez előbb is eszedbe juthatott volna, fiam. Jenny, te miért vagy köpenyben? Nem öltözöl fel? Vagy nem akarsz eljönni a ballagási ünnepségemre? De hogy nem, Káro, hova gondolsz? Menj csak, nehogy elkés. Menj. De kérlek, ne késs el, jó? Nem, időben ott leszek. Időben ahhoz, hogy Luisa Fernanda szívinfarktust kapjon, ha meglát Carlosszal. Ezt nem hagynám ki. Nagyon jól áll ez a ruha. Köszönöm. Luisa, kész vagy már, kicsim? Csak rád várunk. Megyek. Mindjárt elkészülök, ne aggódjatok. Hogy nézek ki? Ó, kicsim, gyönyörű vagy. Egy csomó képet akarok készíteni. Jó. Azt hiszem, hogy reggelizhetünk, nem? Ne aggódjatok miattam, mert én majd eszem a munkahelyemen. A munkahelyeden? Mm-hmm. De miért mész be dolgozni, hiszen ma van a ballagásom? Luisa Fernanda, nagyon sajnálom, de nem vehetek részt a ballagásodon. Amelia, miket beszélsz? Azt, hogy be kell mennem a bankba, mert tegnap nem dolgoztunk a fertőtlenítés miatt. Elmaradtam egy csomó mindennel, és nem hiányozhatok. Anya, ez nem igazság. Ma van a ballagásom. Minden barátnőm a szüleivel jön. Én vagyok az évfolyam első, és külön dicséretet kapok. Á, Luisa Fernanda, ez igazán nem a világ vége. Nézd, apád veled megy, elkísért téged, le fog fényképezni, és végighallgatja az összes dicséretet, amit csak kapsz. Anya, ezt nem teheted velem. Most nagyon elszomorítottál.
Luisa Fernanda, nekem feladataim vannak, te pedig már nem vagy csecsemő, úgyhogy ne gyerekeskedj kérlek, és menj szépen az apáddal. Nos, azt hiszem, hiába beszélnék veled. Menjünk, kicsim, el fogunk késni. Már nagyon aggódtam miattatok. Jaj, hol maradtatok? Az Isten áldjon meg. Köszönöm. Tudod, hol van a helyed, ugye? Igen. De és Amelia a lányotok mellett ültök. Gyere, menjünk. Menj csak, és foglalj egy helyet Carlos Eduardónak. Megvárom itt. Szerelmem, haza tudnál ma jönni korábban, hogy együtt vacsorázzunk? Minden tőlem telhetőt megteszek, de néha nehéz előre tervezni. Tegnap neked volt gyűlésed, én meg nem számítottam Leopoldo látogatására. Miért? Mi a dolgod ma? Csak be kell mennem Andreinához és Jenniferhez. Megbeszélésünk lesz, mert készülődünk a bemutatóra, már nagyon közel van. Komolyan mondom, nem értem, hogy tudsz annyi mindenre figyelni egyszerre. Még szerencse, hogy ilyen nagyszerű munkatársaid vannak. Persze, szerelmem. Apropó, Andreina, szegénykének mostanában olyan zavaros a szerelmi élete. Szeretnék segíteni rajta. Nem kerítenél neki egy udvarlót? Miért nem ért még ide? Hogy mindjárt kezdődik. Az a lány? Lehetséges lenne, hogy őt láttam Carlos Eduardónál? Nem, nem, biztos vagyok benne, hogy nem ő volt. Luisa Fernanda, mindjárt kezdődik az ünnepség, gyere! Igen, néniki. Luisa Fernanda. Jennifer, hogy kerülsz ide?